Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ezúttal egy rendhagyó KO-t tekinthetnek meg. A műsor elején be is mutatunk egy rövid filmet, amelyet Gulyás Márton készített, Náci a Jobbik, ez a film címe. Nézzünk meg egy rövid részletet belőle. Közhely, hogy Jobbik támogatottsága növekszik, de tény, hogy áttörték az üvegplafont, és Magyarország második legerősebb pártjává váltak. Ami önmagában nem akkora teljesítmény, a totál ambíciótlan, tehetségtelen, cselekvésképtelen és ötlettelen magyar szocialista párt mellett. Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nem vitás, hogy a Jobbik kivívta magának azt a státuszt, ami miatt beszélni kell róluk. Nem szabad és nem is célra vezeti a figyelmen kívülhagyásuk a kirekesztésük. Beszélni ugyanakkor csak úgy szabad róluk, hogy a nevükön nevezzük őket. De hogy kell őket nevezni? Mi a neved, zsidó? Ez a kérdés, náci, vagyis nemzeti szocialista-e a Jobbik? Vendégeink ezúttal Gulyás Márton aktivista, illetve Torockai László a Jobbik polgármestere, ásotthonom polgármestere. Uraim, mindketten látták ezt a filmet, ön készítette. Ugye itt az alapvetés az, hogy náci a Jobbik, a film végén megállapítja, hogy náci párt a Jobbik. Ha így ránéz Torockai Lászlóra, őt nácinak tartja? Ilyen egy náci? Hát ugye a náci az nem egy ilyen külsőleges egyek alapján eldönthető kérdéskör. Ez egy eszmerendszer, hogy ezt vallja egy Torockai László. Én azt gondolom, hogy egyébként vallja, tehát hogy ő többszörösen kinyilatkoztatta azt, hogy igen, gondolja azt, hogy például mondjuk a menekültek azok másodrendű embertársaink lennének, vallja azt, hogy a cigány emberek másodrendű embertársaink lennének. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen, hogy azt a filmben is megállapítottam. Ugye nem láttam azt, hogy konkrétan melyik részletet vágták most be az adásba, tehát nem tudom, hogy konkrétan mi az, ami kvázi kontextualizálja bocsánat, a mondani valómat. De ugye a filmben ezt elemeztem hosszan, hogy ez a nemzeti retorika, illetve a szocialista karakter, ami a Jobbikot jellemzi, tehát, hogy van egyfajta érzékenysége azokra a témákra, amelyekre sajnos más magyar pártoknak szinte egyáltalán nincs érzékenysége. Tehát, hogy beszél mondjuk például a lakásszegénységről, beszél például a kilakoltatásokkal kapcsolatos problémákról, beszél például a megélhetési problémákról, a munkavállalók problémáiról, a nemzetközi tőke, a külföldi tőkének a hazai szerepvállalásáról, és így tovább, és így tovább. Tehát egy csomó olyan dologról beszél a Jobbik, ami egy ilyen kapitalizmus kritikus karaktert kölcsönöz neki, ami nagyon fontos, mert hogy nagyon kevés párt, nagyon kevés politikai formáció vállalja fel ma Magyarországon, hogy kapitalizmus kritikus politikát folytat. Tehát ezt folytatja a Jobbik, csak a probléma az, hogy mindezt ráadásul mindezt egy olyan keretbe teszi be, ami nem a nemzet egészét képviseli, hanem megpróbálja leszalámizni különböző érdekcsoportokra a nemzetet, és ezeket egymás ellen kijátszani. Tehát nem tud egy olyan politikát képviselni, ami nemzet egésze számára kínálna perspektívát, pozitív jövőképet, hanem gyakorlatilag kijelölt egy ilyen több százezeres népcsoportot, amit ő elnevezett cigánybűnözőknek, vagy elnevezett a nemzet ellenségeinek, és gyakorlatilag őket jelölte ki a probléma forrásaként, ami miatt a magyar nép nem tud prosperálni, amiért Magyarországon hát egy ilyen depresszív időszakot élünk, és ez ugyebár nem segíti elő azt, hogy idővel aztán a nemzet egésze tudja azt mondani, hogy rendben, valamilyen módon megismertük a problémáinkat, és közösen teszünk annak érdekében, hogy ez a probléma felszámolódjon. Tehát, hogy Torockai Lászlónak én a pályafutását próbáltam közelről követni, nem csak most a műsorra készülni, hanem korábban is. Ugye ő korábban már kampányolt a királyság bevezetéséért, most önkormányzati képviselő, polgármester, 2006-ban volt szerepe abban, hogy a tévészékházat megostromolták. Tehát, hogy itt nagyon furcsán keveredik az ő elköteleződése, az államrend megdöntése, erőszakos megdöntése, a királyság bevezetése, az önkormányzatiságban történő szerepvállalás között, és ebben mindig volt egy ilyen népi, nemzeti, etnicista politikai karakter még, ami ezt az egészet fűszerezte. Tehát, hogy ő hogyan definiálja saját magát, az ő saját kérdése. Én azt mondom, mivel ő maga a Jobbiknak tagja, támogatója és kapcsolatban mindazokkal a szatellit szervezetekkel, amelyek szintén a Jobbiknak nagyon fontos támogatást biztosítanak, ezért ugyanúgy része ennek a náci karakterű politizálásnak, amit én ugyebár elemeztem ebben a műsorban. Hát nem is kérdezek semmit, Torockai úr. Hát az a különbség kettőnk között, hogy én reggeltől estig dolgozom azért, hogy ezt az országot, ezt a nemzetet megvédjük és előre vigyük. Ehhez képest ön egy troll, ön tanulmányoz engem, egy ilyen liberális megmondó ember, aki tulajdonképpen nem tudom, hogy mit épített még föl eddig ebben a világban. Lesz majd egy-két kérdésem, ha már így engem boncolgatunk, akkor én önt is szeretném majd boncolgatni, és majd azért beszélgetünk nyilván sok olyan kérdésről, ami esetleg ezt az országot előre viszi, ezt a nemzetet előre viheti, vagy éppen hátráltatja. Viszont hát ugye kénytelen vagyok reagálni számos tévedésére velem kapcsolatban, ahhoz képest, hogy nyilván sokkal jobban ráér arra, hogy engem tanulmányozon, elemezzen, vagy
akár a Jobbikot elemezze, hogy náci a Jobbik, vagy nem náci a Jobbik, ehelyett ugye én dolgozom, védem és építem ezt az országot, vagy éppen Ásotthalmot. Ehhez képest azért rengeteg tévedést mondott velem kapcsolatban, például nem vagyok a Jobbik tagja, ugye azt mondta, hogy Jobbik tagja vagyok, nem is vagyok a Jobbik tagja, innentől kezdve az összes többi rólam elmondott jellemzése vagy jelzője az körülbelül ennyit ért, tehát nem is akarok ezekre külön válaszolgatni. Én azt gondolom, hogy nekem ugyan kevesebb időm volt az ön pályafutását tanulmányozni, talán nem is annyira gazdag eseményekben, mint mondjuk az én eddigi pályafutásom, de azt azért látom, és ez azért sugárzódik a megnyilatkozásaiból, hogy ön azt a liberális fölforgató eszmét képviseli, ami azt gondolom, hogy egy tömeggyilkos eszme, beszélgessünk inkább erről, amely rendkívül kártékony és az élettel összeegyezhetetlen ideológia, és általában az olyan személyekről, mint ön, általában kiszokott az is derülni, hogy valamiféle olyan picike kis csoportosuláshoz tartozik, ami 3-4 főből áll, ezek sok esetben ilyen álcivil szervezetek, amelyek között, vagy illetve amelyek mögött nagyon komoly bankárok, pénzemberek, vagy éppen üzleti körök, éppen kapitalista körök állnak, mint például Soros György. Úgyhogy körülbelül nekem meg ennyi a véleményem arról, amit ön mond. Szerintem ennek nincsen jelentősége. Az ön által képviselt ideológia az pedig egy rendkívül romboló ideológia, és ha már a menekülteket említette, akiket ugye ön szerint én bántottam, vagy nem tudom, másodrendű embertársainak nem tudom, tekintettem, hát akkor ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem erről érdemes most beszélni, ez egy aktuális kérdés. Ha ön lett volna az én helyemben, ha ön annak a településnek a vezetője, ahol az Európai Unió területére ennek az évnek az első felében a legtöbb illegális bevándorló érkezik, akkor ön egész Európát veszélybe sodorta volna, hiszen miközben én éjjel-nappal azon dolgoztam, hogy valahogy megállítsuk ezt az inváziót, ezt a törvénytelen, erőszakos új honfoglalást, aközben ön éppen elemezte, hogy a Jobbik vajon náci vagy nem náci, kit érdekel. Szerintem sokkal nagyobb veszélyben van Európa annál, mint hogy ilyen kérdésekről akár most beszélgessünk. És ugye én akkor megkaptam ugyanezeket a jelzőket, hogy kirekesztő vagyok, meg náci vagyok, meg nem tudom, menekült ellenes vagyok. Azóta tényszerűen bebizonyosodott az, hogy a nálunk belépő illegális migránsok 83%-a fiatal életerős férfi volt, hol hagyták a nőket, a gyermekeket. Azóta bebizonyosodott az, hogy terroristák jöttek, várjon, befejezem. Befejezem, ez egy hivatalos statisztika. De kinek a statisztikája? Hát ez a magyar rendőrség hivatalos statisztikája. Igen, de várjon, mert befejezem, jó? Valószínűleg jobban értek hozzá, mint ön, hiszen én vagyok annak a településnek a polgármestere, ahol ezek a személyek beérkeztek Magyarország területére. A rendőrség nem vezeti a statisztikát, csak megmondom, a polgármester úr, maximum a bevándorlási hivatal vezet ilyen hivatalt, édes uram. Na látja? Ön egy troll. Tehát ön most is ki akarja siklatni azt a nagyon fontos gondolatmenetet, amit szeretnék, befejezni. Amelyek valósak, ennyit azt, szerettem hogy, volna. Igen, tehát az a baj, hogy tényleg ön egy ilyen tipikus liberális egyed. Semmiféle tisztelet nincsen a másikkal szemben sem. Tehát csinálhatjuk így, én is túl tudom magát kiabálni, talán ehhez a műsorhoz ez illik is, hogy itt elkezdünk hangosan kiabálni és veszekedni. Én próbálom azért kulturáltan ezt a vitát befejezni, vagy ezt a vitát lefolytatni. Tehát a lényeg az, hogy azóta kiderült, hogy az önök által dédelgetett, és teljesen az élettel össze nem egyezthethető viselkedése, amit én ott tapasztaltam, az ön eszmetársai, akik odajöttek, és virágokkal fogadták, és ölelgették a törvénytelenül a törvényeket lábbal tipró illegális bevándorlókat, akik egyébként utána, mint például a szegedi Mixol vezető, aki utána kórházban volt, mert összeszedett valamilyen nyavaját éppen a migránsoktól, tehát még a közegészségügyi kockázatokat sem vette figyelembe. Szóval önöknek is be kellene azóta látni, hogy terroristák is szivárogtak be Európába, ugye ezt most már konkrétan tudjuk, hogy terroristák is szivárogtak be, sőt, éppen ott a magyar-szerb határon keresztül léptek be valószínűleg azok a terroristák, akik a párizsi merényletben is részt vettek, és amiről önök nem szoktak beszélni, és ugye mindig megállunk itt a terrorista kérdésnél, hogy vajon ezeknek az illegális bevándorlóknak a jelenléte Európában mennyivel növelte a terrorizmus veszélye mellett a bűnözést
Mennyiben változtak meg a bűnügyi statisztikai mutatók, például a skandináv országokban, mondjuk Svédországban? Mert hogy konkrétan tudjuk, hogy igenis megváltoztatják, és konkrétan tudjuk azt is, hogy veszélyes bemenni azokba a gettókba, amelyeket sok esetben ezek a bevándorlók maguk teremtenek nyugat-európai nagyvárosokban. Na most fejeztem be. Csak azért szóltam közben, mert szeretem volna tudni, hogy mire hivatkozik, amikor ezt a 83%-ot mondja. Hát sokféle félinformáció vagy téves értesülés hangzott az előbbiekben, akkor ezeket gyorsan korrigálnám. Az első, hogy valóban lehet azt sejteni, vagy lehet esetleg már tudni is, hogy érkeztek Magyarországon keresztül olyan emberek, akik részt vettek a párizsi terrortámadásban, de ugye ez azért volt, mert egész egyszerűen a magyar állam, az Orbán kormánnyal az élén, felmondta azt a kötelezettségét, amire most torockai polgármester úr is hivatkozott, nevezetesen, hogy regisztrálja az ide érkezőket. Nem regisztrálta a horvát határzárig a magyar állam a területén áthaladó embereket. Ez bizony felmondás azoknak a közös szabályoknak, amire egyébként most Torockai László is hivatkozott, és amire Orbán Viktor is hivatkozni szokott. Tehát azt kell látni, hogy nem a kerítés és nem a rendpárti eljárás a megoldás ebben a helyzetben, hanem a betartatás azoknak a törvényeknek, amelyre ön is hivatkozik. Ezeket az embereket regisztrálni kellett volna. Szerbiában, Görögországban regisztrálták ezeket az embereket, a magyar állam területén áthaladtak mindenfajta regisztráció nélkül. A regisztráció elmaradása egyébként azt is eredményezte, hogy nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást. Ha egy több százezeres, több tízezeres embertömegben vannak olyan emberek, akik több ezer kilométert megtéve nyilvánvalóan összeszedtek betegséget, nyilvánvalóan hordoznak magukban esetleg bár valamifajta egészségi kockázatot, ez teljesen természetes. Ha 50 ezer magyar ember elindulna most a Balkánon, ők közülük is rengetegen lebetegednének, mert nem feltétlenül annyira erős a szervezetük, és itt tovább, és itt van, ez egy teljesen természetes emberi állapot. Ezeket az embereket el kellett volna látni, ezeket az embereket regisztrálni kellett volna, és megfelelően kezelni a törvényes keretek között. Tehát ez a legfontosabb, hogy ez a helyzet ez nem azért állt elő, mert egyébként ezek az emberek terroristák lennének ábobó, hanem egyszerűen azért, mert nyilvánvalóan lehetővé tette a magyar állam azt, hogy ide beszivárogjanak olyan emberek is, akiknek rossz, kártékony terrorista szándékaik voltak, de ez nem minősíti a menedékkérő menekült tömegek egészét. Erre nem is volt kapacitás, azt azért tegyük hozzá. Hát bocsánat, a Sziget Fesztiválon egy hét alatt 400 ezer embert be tud engedni például a fesztivál szervezősége. A reptereken napjában több tízezeren tudnak megfordulni, tehát egyébként ezek a tudások még Magyarországon, Magyarország környékén is rendelkezésére állnak egyébként az erre megbízott szakembereknek. Ezeket a tudásokat lehetett volna használnia a magyar államnak, hogy akarta volna, és nem csak erőt akart volna demonstrálni és vitoktatni, ahogy azt tette Torockai úr is egyébként azzal a GPA-val, amit ugye John Oliver is nagyon szellemesen egyébként idézett a saját showműsorában, és amivel Torockai úr egyébként világhírnévre tett szert. A másik nagyon fontos szempont, bűnözés. Én konkrétan tudom, mert én kikértem ezzel kapcsolatos statisztikákat az Eurostattól, és kikértem a svéd bevándorlási hivataltól is ezeket a statisztikákat. 89-ben és 2005-ben vizsgálta például azt ez a svéd hivatal, hogy hogyan alakul a bűnözés a bevándorlók körében, és hogyan alakul egyébként a született svéd állampolgárok körében, és nem talált szignifikáns eltérést. Pedig azért mondjuk Svédországra lehet azt mondani, hogy nem most kezdett találkozni azzal a problémával, vagy azzal a helyzettel, hogy emberek akarnak például menedékjogot kérni, menekült státuszt kérni az ő országukban. Tehát hogy azt lehet látni, hogy nincs ilyesfajta szignifikáns eltérés, és azt is nagyon fontos egyébként hozzátenni ez az egészhez, hogy például mondjuk Magyarországon nem a menekültek, menedékkérők jelentik a terrorveszélyt a lakosságra vagy a népre vonatkozóan, hanem például a Jobbikhoz igen erősen köthető betyársereg, aki már konkrétan egyébként magyar állampolgárok ellen uszít, magyar állampolgárok ellen követette többszörösen erőszakos bűncselekményeket, amelyeket egyébként a magyar rendőrség szégyenletes módon nem akadályozott meg, és egyébként nem indított eljárást azok ellen az emberek ellen, akik ezeket elkövették. Most az ilyen liberálisozásba, meg ezekbe az egész ilyen karakterológiába bele sem mennék, mert ez azt hiszem, hogy méltatlan lenne önhöz is egyébként. Tehát én azt mondanám, hogy a vitát a továbbiakban próbáljuk meg a tények talára helyezni, és próbáljuk meg a tényekről beszélgetni és arról vitázni, mert abban egyébként lehetne, azt gondolom, hogy több érdekes szempontot is felvetni, ami nézőknek is egyébként érdekes tudna lenni. Bocsánat, ha már a betyársereget fölhozta, pont a betyársereg alapítójával áll szembe egyébként. Önnek van gyereke? Nem, nincs gyermekem. Nincsen gyermeke. No. Szerintem ez is egy fontos kérdés. Mert hogy szerintem, ha már a közélet, hát igencsak rögös terepére tévedt ön is, meg én is, akkor ez egy nagyon fontos kérdés, hogy azt tisztázzuk, hogy miről szól ez a közéleti tevékenység. Tehát most itt ön a hobbiát éli ki, azzal, hogy itt most szerepel,
és nagy nyilvánosság előtt vitatkozik velem, vagy valamit építünk, és van valamiféle felelősségtudatunk, például a jövővel kapcsolatban, a jövő alakulásával kapcsolatban. Ha lenne önben ilyen, én azt gondolom, hogy önben nincs. Tehát ön az individuum tipikus megtestesülése, ön magának él, ön trollkodik, önnek van arra ideje, hogy másokat lenácizzon, de abban nem menjünk bele, hogy ön liberális-e, tehát ugye ez nagyon jellemző dolog. Én meg építkezek, és azt mondta, hogy én erőt fitoktatok azzal a jippel, azzal a terepjáróval. Csak próbálkozik, tehát nem mondanám, hogy tudsz erőt fitoktatni, de próbálkozások mindenképpen el kell ismerni. Nem lep meg, hogy nem tudok végigmondani egy mondatot egy ilyen trollal szemben, mint ön, egy ilyen liberális trollal szemben, mint ön, akit valójában vissza kellene szorítani oda az internetre, ott élje ki magát, 21. században vagyunk, mindenkinek van erre lehetősége, aztán egyszer bizonyítson, mondjuk vezessen egy települést, egy 4000 lakosú települést, amelynek 122 négyzetkilométernyi területe van, és az egész Európai Unió szárazföldi schengeni határszakaszát tekintve egy időben ezen a településen lép be a legtöbb illegális bevándorló, akivel én napi szinten találkoztam. Ez egy főleg olyan település, ahol az emberek tanyákon élnek. Nem kérem, hogy képzelje el, hogy milyen az, amikor az iszlám állam területéről érkezett, kizárólag férfiakból álló társaság megjelenik az ember tanyáján éjjel, mert azt gondolom, hogy ha valami ijesztő, akkor az ijesztő, és nem az a terepjáró, amit magyar emberek és francia emberek közadakozásából vásároltunk, azért, hogy megvédjük például a tanyán élő időseket. És azt gondolom, hogy sokkal fontosabb kérdés az, hogy hogyan alakítjuk a jövőnket. Ahogy azt mondtam, az ön által képviselt ideológia, eszme, az az élettel össze nem egyeztethető. Ha önök lettek volna ott, akik elkezdik az illegális migrációval a helyszínen elsőként a törődést, a foglalkozást, akkor most Európa óriási bajban lenne. Szerencsére egy önáltal, nem tudom, ilyen náci, vagy nem tudom, minek bélyegzett polgármester volt ott, akit önök az első pillanattól kezdve támadtak, a kerítésépítés, mint ötlet fölvetése óta, a önök által menekülteknek, én pedig inkább új honfoglalóknak nevezem ezeket a törvénysértő bevándorlókat. Tehát ahogy én foglalkoztam velük, az első pillanattól kezdve önök azt támadták. És most hagyjuk ezt, hogy most önök azt mondják, hogy regisztrálni kellett volna. Én láttam, hogy a magyar állam megpróbálta az összes illegális migránst regisztrálni. De most nem menjünk bele, hogy ez mennyire sikerült, mennyire nem sikerült, hanem maradjunk inkább a tényeknél. Jelen pillanatban az összes liberális, baloldali, jobboldali, nem tudom milyen politikus lassan kezdi átvenni az ásotthalmi modellt, lassan mindenki elkezdi a kerítést építeni, a szlovének, a macedónok, mindenki. Hirtelen elkezdett most már Nyugat-Európa a legtöbb vezető politikusa úgy beszélni, mint ahogy én beszéltem az elején. Az egy más kérdés, hogy körülbelül egy évig a magyar kormány is csöndben volt és hallgatott. Aztán a magyar kormány is elkezdte azt megvalósítani, amit én követeltem, nagyon helyesen teszem hozzá. És most úgy néz ki, hogy Európa legtöbb épeszű politikai vezetője az ásotthalmi és a magyar példát fogja követni. Marad Merkel, aztán majd Merkelt valószínűleg elsüllyezte a saját választó polgáraiból álló tömeg Németországban, de nagyon úgy néz ki, hogy Európa máshogy nem fog tudni föllépni, inkább azt mondják, hogy akkor ne a radikálisoknak legyen igaza, mert hogy azért Európában, hála jó Istennek, az emberek zömét még érdekli a jövője, vannak gyerekei, van családja, és gondol a jövőjére, és nem úgy gondolkozik, mint ahogy ön, hanem pontosan tudja azt, hogy lehet itt 1989-es statisztikákkal dobálozni, amit az előbb mondott. Csak tudja az a helyzet, hogy 1989 előtt mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években valóban a skandináv országokban már érkeztek bevándorlók, csak hogy azok még szelektált bevándorlók voltak. Megnézték azt, hogy hol van hiány a munkaerőpiacon, és megpróbáltak törvényesen, legálisan oda hozni embereket. Érti? Most jelen pillanatban nem ez zajlik, most jelen pillanatban egy agresszív támadás zajlik Európa ellen, és betörnek tömegek, ráadásul olyan tömegek, aminek egyszerűen nem látjuk a végét, és nem lesz vége. Afrikában 1 milliárd ember él, Dél-Ázsiában 2 milliárd ember él. Ezeknek a nagy része, ha ilyen európai üzeneteket kapnak, mint amit Angela Merkeltől kaptak, akkor meg fog indulni Európa felé. Ez teljesen evidens, ezt legfeljebb csak ön nem látja, mint hogy ön az egyetlen, aki nem vette még azt észre, hogy mondjuk Borsod megyében hány olyan, mondjuk többségében cigány lakta település van, ahol idős magyar emberek bizony életveszélyben élnek.
És bizony óriási közbiztonsági problémák vannak. Ehelyett ön itt nácizik, és nem tudom mit, arra próbál, vagy egy olyan skatujába próbál engem is itt belehúzni, mint hogyha én a származása alapján másodrendű állampolgárokról beszélnék, mert ugye ilyen megjegyzéseket tett. Soha életemben nem különböztettem meg valakit csak azért, vagy nem bántottam csak azért, mert mondjuk más származású, mint én, vagy azért, mert mondjuk nem magyar. Hát az én feleségem sem magyar. És tudja, ez azért nagyon érdekes, mert román ráadásul a feleségem. Tehát, hogyha a magyar nemzeti oldal valakiket nehezen tolerál, az pont a románok. Ennek megvan a történelmi oka, a román sovinizmus. És évszázadok óta gyakorlatilag a magyar ellenesség a legnagyobb probléma a Kárpát-medencében. Fogadjunk, hogy önt soha nem érdekelte az, hogy mondjuk a határon túli magyarokat milyen jogtiprások érik. Erről biztos nem csinált soha az életben filmet, mert önt egyáltalán nem érdekli a magyarság. És ezt mondom azzal együtt, hogy engem abszolút nem érdekel az ön származás, az ön családfája. Az én gyermekeimben is, tekintett arra, hogy a feleségem sem magyar származású, tekintett arra, hogy mondjuk itt a dédnagyanyám olasz volt, az én gyermekeimben is a magyar vér az valószínűleg már úgy kisebbséget alkot, de a gyermekeim magyarok. És én ezt a nemzetet védem, ezért a nemzetért dolgozom. És bizony a betyársereg, hogy akkor erre is reagáljak, a betyársereg az egy tünete annak a rendetlenségnek, amelyet az ön által képviselett ideológia, a liberalizmus, mert ez a baj, én ez ellen harcolok, a rendetlenség ellen harcolok, valójában ezt teremtett elő. És van sajnos igény ilyen betyárseregre, magyar gárdára és hasonló paramilitáris alakulatokra, mert az állam nem volt képes megvédeni a magyar állampolgárokat, a magyar embereket, például a bűnözéssel szemben. Ásotthalmon nincs erre szükség. Ásotthalmon megszerveztem a mezőrséget, Ásotthalmon 18 fős polgárőrségünk van, Ásotthalmon gyakorlatilag jelen pillanatban, miután az illegális migrációt megállítottuk, Ásotthalmon jelen pillanatban nincs bűnözés. Az összes helyi bűnözőnket, beleértve magyar származású bűnözőket, tehát nem, hogy tiszta legyen, tehát nem cigány származású bűnözőket vitte nálunk a TEK, hanem magyar származású bűnözőket, egy komplett családot, jelen pillanatban Ásotthalmon teljes nyugalom van. Körülbelül néhány évtizedre visszatekintően volt olyan állapot utoljára Ásotthalmon, amikor nyitva lehetett hagyni a tanyát, mert tudtuk, hogy nem fog bejönni a bűnöző, vagy nem fog bejönni egy szíriai, általunk nem ismert, lehet, hogy terroristákkal is fölvértezett csoport a tanyára. Jelen pillanatban rend, nyugalom és béke van Ásotthalmon, nyugodtan le lehet jönni, meg fogom mutatni. És nincs is igény arra, hogy a magyar gárda vagy éppen a betyársereg Ásotthalmon legyen. De rengeteg olyan település van, ahol viszont igény van rá. Ott is rendet kell teremteni. Ilyen egyszerű. Jó, csak azért azt gyorsan hadd kérdezem már meg, hogy ön azt állítja, hogy Magyarországon egyébként a menekültek közbiztonsági kockázatot jelentettek azoknak a településeknek, amelyeken átvonultak, vagy amelyeken húzamosabb időt eltöltöttek? Én azt gondolom, hogy a szubjektív biztonságérzet csökkent, egy, kettő, ezeknek a bevándorlóknak nem volt célja az, hogy Magyarországon, amelyet egyébként valóban tranzitországként használtak, bármiféle bűncselekményt elkövessenek. Azonban mi naponta tapasztaltuk azt, hogy nem tisztelik a magántulajdont. Tehát átgyalogoltak, közel 50 millió forint kárt okoztak például a helyi mezőgazdasági termelőknek, gazdáknak. Ennyi igényünk van most bent, ennyit gyűjtöttünk be a helyi gazdáktól, ennyi van most a kormány asztalán, várjuk, hogy kapnak-e kártérítést. Tehát konkrétan nem tisztelték a magántulajdont, és konkrét esetek voltak arra, ezek ilyen kisebb, tényleg valóban kisebb súlytú lopások, de valószínűleg azt a tanyai szegény sorsú magyar embert, azt nagyon zavarta az, hogy a kerékpárját ellopták, az autóját ellopták, tehát sajnos voltak, igen, tapasztaltunk ilyen kisebb súlyú bűncselekményeket tapasztaltunk, vagy például konkrétan volt arra eset, precedens, amikor lezárták az egyik közutunkat, és nem engedték el a helyi járatos buszt. Igen, az egy nagyon ijesztő helyzet volt például. Jó, hát én egy konkrét papírt tudok önnek mutatni, amiben azt állítja nekem a debreceni rendőrkapitány, egyébként a debreceni menekültábor környékén és Debrecenben egyébként regisztrált menedékkérők vagy menekültek nem követtek el semmilyen bűncselekményt, vagy semmilyen olyan atrocitást, ami egyébként eljárás vont volna maga után, tehát ők nem regisztráltak semmi ilyesmit. Ezt csak azért akartam mondani, hogy lássuk azt, hogy egyébként elképzelhető olyan kísértékű, hogy mondjam én, helyzetek előállnak, amelyeket ön is említett, de hogy egyébként nem jelentenek szignifikáns közbiztonsági kockázatot a nálunk megfordult menedékkérők. Az egyébként, hogy ilyen termény
károkozások előfordulnak, hogyha ezt a kormány megtéríti, szerintem ez szerencsés, és ez fontos is, és ezt támogatni is lehet. Egyébként valószínűleg úgy lehetett volna ennek elejét vedni, hogy a kormány egyébként humanitárius alapon kezeli ezt a helyzetet, és biztosítja például a megfelelő mennyiségű élelmiszert és fekhelyeket, és így tovább a menekültek számára, hiszen nyilvánvalóan egy éhes embertől nem lehet elvárni azt, hogy tekintettel legyen például a tulajdonjogra, mert az ő saját éhsége, éhségérzete, ami az esetben napok vagy hetek óta gyötri, az sajnos fölülírja ezt a törvényt. Azzal együtt nyilvánvalóan annak az embernek, akinél a kár keletkezett, azt az állam majd térítse meg és segítse abba, hogy ezt megoldódjon. Én csak azt mondom, hogy ön valóban egyébként egy településvezető, és éppen ezért lenne nagyon fontos, hogy felelősséggel járjon el, és hogy ne adott esetben a félelemben élő, vagy az ismeretlentől, az idegentől megijedő polgártársaink számára ne azt a félelem érzetet növelje, hogy itt valami borzalmas probléma fog majd előállni, hiszen ön is most mondta ki, hogy egyébként csak kisértékű lopások, kisértékű tulajdonban keletkezett károk keletkeztek ebben az időszakban, tehát nem lehet azt mondani egyébként, hogy hirtelen bűnöző hordák szállták volna meg ásott halmot, nem, valóban az történt, hogy átalt egy nagyobb embertömeg, akiknek voltak igényeik, és amelyeket mivel nem kaptak semmilyen más lehetőséget, hogy ezeket kielégítsék, ezeket így szabad úton próbálták meg valamilyen módon érvényesíteni. Tehát én azt mondanám, hogy ha itt valóban egy településvezető és valóban felelősségteljesen szeretne eljárni az emberei érdekében, akik megválasztották, akkor ne a félelmüket gyúrja, és ne azt masszírozza a lelkükbe, hogy mostantól kezdve féljetek attól, akik itt megjelennek és idegenek, mert ők veszélyt jelentenek a ti életetekre, hanem abban segítsék őket, hogy megértsék azt, hogy ez egy adott élethelyzet, amivel most együtt kell élnünk, amit meg tudunk oldani, mert egy jó település vagyunk, mert ismerjük egymást, és összefogunk ebben a helyzetben, szolidaritást mutatunk saját magunkkal szemben, és a hozzánk érkezőkkel szemben is. Tehát, hogy járjon el úgy, mint általában egy jó magyar keresztény embertől, az egyébként elvárható lenne. Jaj, ezt már nagyon vártam, hogy jó magyar kereszténynek tituláljon. Tehát úgy szeretem, hogy ezt a magyarságot is, meg a kereszténységet is mindig éppen az aktuális politikai érdekeik alapján szokták használni. Voltak már a 90-es években, hála a jó Istennek, a 2010-es választásokon a kukába került politikai elődei önnek, akik szintén a liberalizmus képviselték, ugye az SZDSZ-esek, akik azt mondták, hogy megélhetési bűnözők vannak Magyarországon. Ezt ugye általában... Most lehet az, hogy nem így ennyire teljesen asszociatív módon megy a vita, tehát hogy előkerül a liberális, akkor hirtelen SZDSZ, aztán Soros György. Tehát ha lehet, akkor próbáljuk fókuszálni egy témára, és azon belül vitatkozni, mert akkor van miről vitatkozni. Azt, hogy ennek vannak ilyen képzettársai, és rögtön róla elkezd beszélgetni. Hát ők ezt az, hogy náci a jobbik. Hát, sőt, már és én próbáltam érveket szolgáltatni ennek érdekében. Ő nem az érveimre reagál, hanem elkezdi a saját gondolatfutamait végigmondani. És a saját gondolatfutamain belül 90-es évek, SZDSZ, Soros György, bankárok jönnek, és itt tovább. Tehát én azt szeretném kérni, hogy fókuszáljunk a témára, és a témán belül vitatkozunk, és akkor fogunk tudni beszélgetni. Abszolút a témáról beszélgetünk. Tehát az a helyzet, hogy amikor valakinek tapasztalata van, akkor önök rögtön azt mondják, hogy az rasszizmus. Nem. Tehát tapasztalata van nem, valakinek. Iberőki nem nézte végig a videómat, mert én ezt nem mondom. Tehát most mondok hát, egy olyat. Nem is tartom olyan fontosnak az ön videóját, mondom, hogy nem. Tehát akkor ezt nem mondja, mert mondom, hogy nem. A tapasztalat nem rasszizmus. Oké? Tehát akkor ezt lezártuk. Következő kérdés. Mondjon nekem ásott halmon, most már 2 éve vagyok polgármester, egyetlen egy olyan esetet, amikor ásott halmon, ahol azért nem mindenki magyar származású, bármikor egyetlen egyszer előfordult-e az, hogy én valakit a származása alapján megkülönböztettem ásott halmon? Hogy ne a levegőbe beszéljünk, mert ön is feltételezéseket közöl, hogy náci vagyok-e. Mondjon egyetlen egy dolgot. De állítottam én ilyet? Nem, azt mondja, hogy náci vagyok. Meg, és ebből az következik egyébként, hogy akkor ásott halmon voltak ilyen atrocitások? Hát én a teljes politikai pályafutásával kapcsolatban tettem egy állítást, és az ön politikai természetes szövetségeléseivel kapcsolatban tettem egy állítást. Erről beszéltünk, és nem másról. Az a helyzet, hogy azon túl, hogy egy liberális troll, azon kívül, és ugye még nem tudjuk, hogy kik állnak. Ezen kívül tud bármi más mondani rólam egyébként? De általában nagyon sokat tudnék mondani. Akkor halljuk, mert ez már most már hatodjára, hetedjére kerül elő. Nincsen gyermeke, nem érdekli a jövő, ön a maga kedvéért. Egy kérdés megenged, a gyermektelenség az egyben nemzetellenesség is? Nézze, a következő erre a válaszom. Az ön által képviselt ideológia, emberek, szervezetek, ami mögött Soros Gyuri bácsik szoktak fölbukkanni, azok először is szét szokták rombolni a nemzeteket összetartó tradíciókat, hagyományokat. Ennek az egyik része a család. Tehát általában önök azt gondolom, hogy családellenesek. Tehát bocsánat, attól, hogy nekem 29 évesen nincsen gyermekem, én családellenes vagyok? Nem, dehogy is. De akkor most miért hozza ezt ide? Dehogy is. De akkor miért hozza ezt most ide? Hát azért hozom ezt Mikor tettem egy családellenes kijelentést?
Azért hozom ezt most. Mikor tettem családellenes kijelentést? Bocsánat. Mert ki mondta, hogy ön tett ilyet? Én azt gondolom, hát azt mondja, hogy attól nincsen gyermekem, attól én nemzetromboló családellenes köröknek vagyok a tagja. Ezt mondta, vissza lehet nézni a felvételt. Hogyha engedne, hogy végigmondjam, és ez a liberális troll ez egy kicsit úgy visszaszorulna önben, akkor csak ezt olyan állítást tegyen, ami áll rám. Akkor kifejteném. Tehát azt gondolom, hogy önt abszolút nem érdekli a jövő. Ez az alapvető probléma. Azért nincsen gyermekem? Nem azért. Hanem miért? Nem azért, csak nézze, ön jégre tévedt. Tehát ha ön itt közszereplő akar lenni, ha ön itt politikai kérdésekbe szól bele, és próbálja ennek a nemzetnek a sorsát befolyásolni, például abba az irányba, hogy nekünk be kellett volna fogadni ezt a 2 milliárd bevándorlót is, mert ön egyébként ezt akarja, mert beszélhet itt mellé. Igen, hogyha Merkel meghívó levelet küld Afrika és Dél-Ázsia 3 milliárd lakójának, abból 2 milliárd el fog jönni Németországba. Ez 100%, ez teljesen egyértelmű, mert sokkal magasabb életszínvonal, és sokkal magasabb életminőség vár rá, gondolja ő Németországban, mint Afrika, meg Dél-Ázsia legtöbb országában vagy vidékén. Maradjunk ennyiben. Mindenféleképpen önökkel sajnos meg kell küzdeni. Még akkor is, hogyha mi, akik építjük és védelmezzük ezt a nemzetet, és dolgozunk minden nap, és gyerekeket nevelünk, mert minket érdekel a jövő, nekünk sajnos rengeteg plusz energiánkat vonják el önök, de önöket valószínűleg ezért is fizetik önöknek ez a dolga, hogy elvegyék tőlünk ezt az energiát, de nekünk meg kell ezt vívni, mert demokráciában élünk, és én is inkább a vitáknak a híve vagyok, és ezért inkább vitatkozom itt önnel, megpróbálom a józan gondolkodású embereket meggyőzni arról, hogy ön egy kártékony figura, és önt nem a jövő érdekli, ön valójában a tradíciót, a hagyományokat szét akarja rombolni, rendetlenséget akar Európában, azért akar beengedni bevándorlók millióit ide Európába, hogy a nemzetek meggyengüljenek, én meg azt gondolom, hogy a nemzetek azok az egyetlen olyan kohéziós erő, ami az Európai Uniót jobbá teheti, és nem valamiféle masszává, egy olyan gazdasági konglomerátumá, ahol ki lehet használni az embereket. És igen, itt jön a család szentsége és a család fogalma. Egyáltalán nem ítélek el senkit azért, mert mondjuk nem vállal gyermeket a mai világban. Két oka van, amiért már nagyon sokan nem vállalnak gyermeket. Az egyik az anyagi ok, és az is azért van, mert nem voltak megfelelő nemzeti vezetői azoknak az európai tagállamoknak, akik később csatlakoztak az Európai Unióhoz, jelesül például Magyarországnak, ezért föltartott kézzel vittek bele minket az Európai Unióba, és mondjuk egy brit cég Londonban nem ugyanazt a bért fizeti a magyar munkavállalónak, mint mondjuk Budapesten, ezért is van mondjuk bajban most Magyarország, meg azért van bajban, mert szintén a nemzet alapjait rombolják szét az önhöz hasonló emberek, és sajnos ma már nem normális dolog az, hogy az embernek igenis utódokat kell nemzenie ahhoz, hogy ez az ország, ez a nemzet megmaradjon. És önöknek erre mindig az a válasza, hogy akkor engedjük be a bevándorlót, majd ők dolgoznak, akkor, amikor mi majd nyugdíjasok leszünk. Én meg azt gondolom, hogy a nemzetet kell erősíteni. Ez egy óriási különbség, és azt gondolom, hogy a nemzetet meg kell védeni az ellen, az invázió ellen, ami érte az elmúlt években Magyarországot és Európát. Arra kérdésem nem válaszolt, hogy attól, hogy nekem most per pillanat nincsen gyermekem, abból mi következik bármilyen szempontból is az én politikai hitvallásomra, Magyarországról való gondolkodásomra, és így tovább. Tehát az, hogy jelen pillanatban nincsen gyermekem, ebből mi következik ezekre a kérdésekre vonatkozóan? Mert nem tudja azt, hogy akarok gyermeket vállalni, nem tudja azt, hogy tervezek egy gyermeket vállalni. Ő egy olyan kijelentést tesz így generálba, aminek semmi fajta alapja nincs. Ez arra alkalmas, hogy valamilyen módon azt gondolja, hogy alátámasz azt az érrendszert, mint utána kibont, hogy akkor aki nem vállal gyermeket, aki nem vállalja a részt abból, hogy Magyarország fejlődjön, az ellenség ennek a nemzetnek, nem? Nem. Magyarországon abban igaza van, sokan például anyagi okok miatt nem tudnak gyermeket vállalni. Nem azról van szó, hogy nem akarnak, nem tudnak. Vannak egészségügyi okai annak, hogy valaki nem tud gyermeket vállalni. Azt azért ne rekesszük már ki a nemzetbe, és nem mondjuk azt, hogy egyébként egy kevésbé jó magyar ember. Nem kevésbé jó magyar ember. Most emberek szeretnének gyermeket vállalni, szeretnék gyermeket nevelni, például örökbe akarnak fogadni gyermeket, olyan is van, hogy örökbe fogadnak egy gyermeket. Magáról beszéljen, maga akart közéleti szereplő lenni, magáról beszéljen.
Ha nem tetszik ez a téma, akkor nem kell a közélet igencsak vékony jegére tévedni. Nekem beszélnem kell a feleségem származásáról, maga pedig beszéljen arról, hogy akar a gyereket. Az is olyan szép. Erről beszéljünk. Én a felesége származását? Nem, hát engem lenácizott, hogy én származása alapján különböztetek meg embereket, másodrangú és aztán ezt igazolta is, hiszen magyar származású és cigány származású emberekről beszélt. Ezek, jaj, hát bocsánat, ez ezek nincs. Azért tények, bocsánat, hogy az én feleségem cigány nem emberek, magyar származású. Magyar emberek, érti? Tehát ezt tudom, hogy nagyon nehéz fölfogni, de a cigány ember az magyar ember. Vannak fehér magyarok és vannak cigány magyarok. Ezek az emberek együtt alkotják a magyar nemzet egészét. És bocsánat, egyetlen egy szempontot még hadd mondjak, és aztán meghallgatom, ígérem, hogy amikor, nekem ez a legfurcsább ugye egyébként önökben, hogy önök amikor nemzeti identitásról és nemzeti büszkeségről beszélnek, és arról, hogy meg kell védeni a magyar nemzetet, hogy meg kell védeni ezt a népet, ami, lássuk be, egy elég kis lélekszámú népség, iszonyú kicsi lélekszámú népség, kevesen beszélik. Mondjuk önnek még mindig sok magyar van. Kicsi, kevesen szerintem beszélik ezt a nyelvet. Ne, ez most nagyon méltatlan, ne haragudjon tényleg. Ja, de lenácizni engem az, nagyon az méltatlan, szerint egy mert normális mert ön tett dolog. Náci kijelentéseket, én nem tettem nemzetellenes kijelentéseket. Tehát egy kis lélekszámú népségről van szó, nagyon kevesen beszélik ezt a nyelvet, ami egy nagyon nehéz nyelv, nehéz megtanulni, kevesen fogják majd megtanulni, és látható, hogy a magyar lakosság, a magyar néplélek fogyatkozik. Tehát hogy azt lehet látni, hogy fogyatkozó tendencia van, és önök nem azt csinálják, hogy akkor ezt a keveset legalább egybe tartsuk, valahogyan próbáljuk meg a szolidaritást gyakorolni azokkal az emberekkel szemben, akik magyarnak vallják magukat, akik a magyar kultúrát fogyasztják, magyarul beszélnek, tehát éltetik, gyakorolják ezt a nyelvet, hanem elkezdik ezt is még leszalámizni, kirekesztenek belőle ezeket, cigányokat, adott esetben zsidókat, bárkit, akit éppenséggel a nemzet ellenségének vagy kártékonynak gondolnak, és még tovább szűkítik azt az egyébként is annyira picike lakosság vagy lélekszámú népséget, hogy az egyszerűen nem is értem, hogy hogyan lehet egyébként ezt egy nemzeti karakterű politikának gondolni, hogy azt a keveset, akik együtt vagyunk, még tovább szűkítik annak érdekében, hogy aztán végképp felszámolódjon. Tehát, hogyha arról beszélünk egyébként, hogy ki az, aki valóban ellensége a magyar népnek, aki valóban azon dolgozik, hogy minél kevesebben legyünk majd magyarok, azok pont önök és a Jobbik, hiszen azt látjuk, hogy azt a keveset is, ami még van, nem megbecsülik és gondozzák és segítik, hogy fejlődjön, hogy éljen, hogy jól éljen, hanem még azt is tovább szűkítik, és még jobban kirekesztik azokat, akik egyébként magyar emberek, magyarul beszélnek, itt élnek, itt szeretnek, itt gondozzák a gyerekeiket, itt vannak a szüleik, ide köti egy csomó emléküket, és egyébként itt szeretnének élni, és önök ezt teszik lehetetlenné. Urak, egy kérdést hadd tegyek föl. Erre muszáj reagálni, ne haragudj. Jó. Tehát, utána szeretnék egyet kérdezni, jó? Az a helyzet, hogy ön valami elképesztő ostobaságot hordott itt össze. Én legfeljebb magát, meg az önhöz hasonlóakat. Na azokat mindenféleképpen szeretném a közéletből kiszorítani, mindazzal együtt, hogy én azt gondolom egyébként, hogy ön egy magyar ember. Tehát én önt egy magyar embernek tartom, de egy rendkívül kártékony magyar embernek tartom, aki ez ellen a nemzet ellen dolgozik. Miközben én, akinek a gyermekei úgy, hogy a feleségem nem magyar származású, de a gyermekeimet magyarnak nevelem, és az én gyermekeim ennek a magyar nemzetnek kiváló tagjai lesznek, én duplán gyarapítom ezt a nemzetet, mert nem pusztán magyarként születnek a gyermekeim, hanem nem magyar származású feleségemet is integrálom a magyarságba. Tehát pont ellenkezőleg, és soha az életemben nem vegyelemeztem azoknak az embereknek a származását, akikkel én együtt harcolok, vagy harcoltam akár a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomban, akkor, amikor még a vezetője voltam annak a mozgalomnak, vagy soha az életben nem származás alapján választottam magamnak mondjuk barátnőt. Soha életemben nem vizsgáltam meg, és egyébként az ön családfája sem érdekelne ebből a szempontból egyáltalán. Ezért mondtam, hogy én magyar embernek tartom, csak nagyon kártékonynak, itt a közéletből mindenféleképpen ignorálni kell. Tehát soha az életemben nem különböztettem meg senkit, akár most ásotthalmi polgármesterként a településemen, hiszen együtt dolgozom nem csak magyar származású emberekkel, és építjük ezt a települést. Tehát amit ön mondott, az hazugság, az ostobaság, és éppen mi voltunk azok, akik a Kárpát-medencében szétszóródott magyarságot megpróbáltuk összefogni. Ön pedig nagy ívben tesz erre, önnek sokkal fontosabbak a bevándorlók, azok a muzulmán bevándorlók is, akikkel én találkoztam nap mint nap, és akik nem értették, hogy miért kell a nőket és a gyerekeket előreengedni a buszra való felszállásnál, mert ő egy másik kultúrából jött, ahol a férfi fontosabb, mint a nő, és érdekes lesz, amikor majd az ön által képviselt liberálisok, meg ez a fajta muszlim fundamentalizmus találkozik Európában, sajnos volt már rá példa, ebből születik Európában a terrorizmus. Bocsánat, három nagyon rövid mondat, és aztán vissza.
hogy egyrészt engem tényleg halálosan nem érdekel, milyen származású az én feleségem, azt kívánom, hogy boldogan éljenek és boldogan tudják nevelni a gyerekeiket. Én remélem, hogy a gyermekei idővel rá fogják önt világítani arra, hogy az az eszperenc, amit ön képvisel, az káros. Legyen így, ez tényleg egyáltalán nem érdekel, hogy ön hogyan dekázza ki, hogy egyébként a gyermekeiben mennyi a román és mennyi a magyar vér, egyáltalán nem érdekel, legyenek boldogok, és tényleg azt kívánom, hogy egy boldog család életet tudjon élni. Ez a legfontosabb. A második, amikor én arról beszél, hogy én egyáltalán nem gondolkodom az anyaországon kívül élő magyar emberekről, akkor én tehát ebből látszik, hogy semmit nem tud arról, hogy egyébként én mit dolgoztam az elmúlt 10 évben. Én rengeteg kulturális programot szerveztem Kárpátalján, rengeteg kulturális programot szerveztem Erdélyben, színházi előadásokat vittünk, tantermi színházi előadásokat vittünk az ott élő gyerekeknek. Ott élő gyerekeket hoztunk el Magyarországra, és vittünk őket egyébként nemzetközi turnéra, annak érdekében, hogy bemutassuk őket egy előadásban, amelyben a szórvány magyarságban élés lehetőségeit, problémáit, konfliktusait, kihívásait elemezte egy nagyon magas színvonalú produkció, aminek Schilling Árpád volt a rendezője, és így tovább is itt van. Tehát tudnám ezt hosszan mesélni, az a baj, hogy önben érdeklődés sincs igazából. Tehát nem az a baj, hogy nem tudja, hogy én mit csinálok, mert nem kell tudni, az nem közérdekű információ feltétlenül. Én csak azt mondom, hogy az a, hogy mondjam én, jó hiszeműség sincs meg önben, hogy esetleg megkérdezze előtte, hogy egyébként te mit csinált annak érdekében, hogy a határainkon túlélő magyar emberek egyébként valamilyen módon a kötődésüket Magyarországhoz gyakorolhassák. Nem, ön ezt nem kérdezi meg, hanem rögtön ítélkezik, ez a legfontosabb, bocsánat, mert ez minősíti a legjobban önt, hogy önben nincsen igazából érdeklődés a vitapartner irányába, sőt, egyébként azt az érdeklődést, amit én tanúsítottam az ön politikai karrierje és életútja irányába, bocsánat, azt mondja, hogy az egy probléma, hogy egyébként a szabad időmben arra szállom, hogy a Jobbiknak a sajtóközleményeit, politikai nyilatkozatait, videóit nézegetem, mert ez azt mutatja, hogy mennyire semmire kellő vagyok. Tehát én azt mondja, hogy valójában, mondtam, aki a troll, politikai PR munkájukat elemzi és követi, az egyébként egy semmire kellő. Ezzel egyébként valamelyest a választóit is minősítette. Köszönöm a lehetőséget. Urak, akkor egy kérdés és rövid válasz jó, mert most már lassan 40 perce beszélgetünk. Ugye ön azt mondta, hogy a Jobbik kirekeszti még a magyar lakosságnak egy részét is, ha jól értettem. Ennek ellenére a Jobbik az ön videója szerint is az ön szájából hangzik el, ma Magyarország második legerősebb pártja, ugye igen erőszavazó bázissal. Akkor miért van ez ön szerint? Bocsánat, a kettő egyébként nem mond ellent egymásnak, tehát ezek nem egymással ellentétes állítású. Tehát egyébként valóban a Jobbik ma a második legerősebb párt, vagy hát most ugyebár ingadozik egyébként a népszerűségük, a legújabb közvéleménykutatások alapján ez egy csökkenő tendenciát mutat. Tehát elképzelhető, hogy az jövő tavaszra megint lemegy 10% alá. Ez ugyebár egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az, ami megnöveli egy pártnak a népszerűségét, mi az, ami nem növeli meg. De azt egyébként ettől függetlenül el kell ismerni, hogy strukturálisan a Jobbik az olyan párt, ellenzékben lévő jelenlegi párt, ami úgy van felépítve, hogy valóban van benne növekedési potenciál. Ennek több oka is van. Hozzá kell ezt azért tenni, hogy egyébként a magyar lakosság döntő többsége az ugyebár nem tud magának találni pártot. Tehát egyébként a döntő többség az egyetlen egy pártformációval sem ért egyet. Tehát amikor beszélünk arról, hogy kik között népszerű a Jobbik, akkor azokról beszélünk, akik egyáltalán azt mondják, hogy tudnak választani a kínálatból maguknak politikai képviselettel rendelkező pártot. Na most az, hogy miért vált a Jobbik a legnépszerűbbé, az nyilvánvaló, hogy elég egyszerű megfejtés, a videóban is ezt elemzem. Egyrészt képes mondani egy olyan kizárólagos retorikát, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk azok, akik igazából védjük a magyar embereket. Másrészt sikeresen épített rá arra a percepcióra, amiről a Torockai úr is beszélt, hogy valóban elképzelhető az, hogy van olyan egyéni tapasztalat, hogy az én sérelmemre, az én kis településemen adott esetben cigány magyar ember követel valamilyen jogsértést, viszont ebből a Jobbik egy olyan politikát tágít ki, ami azt jelenti, hogy egyébként minden cigány magyar ember történetesen bűnelkövetésre sokkal inkább hajlamos, sokkal inkább feltételezhető, hogy ilyen cselekményt fog majd elkövetni, mint az egyébként nem cigány magyarok. És ez azért problémás, mert emellett nem beszél arról a Jobbik, hogy egyébként a cigány magyaroknak ma Magyarországon milyen borzalmas strukturális elnyomást kell szenvedniük az oktatásban, az egészségügyben, a különböző közigazgatási intézményekben, a munkahelyeken, és így tovább, és így tovább. Ezek láthatatlan elnyomások, tehát ezeket nem feltétlenül veszük észre. Egy részükről lehet tudni, mert mondjuk vannak olyan jogvédők, akiket nyilván ön is egyébként Soros György szabad csapatainak bélyegez, akik egyébként foglalkoznak azzal, hogy a jogsérelem az ne a származás alapján legyen megítélve, hanem vegyük azt, hogy ezek egyébként ugyanolyan emberek elidegeníthetetlen jogokkal, mint bárki más egyébként, és ezeket a jogokat egyébként ahhoz, hogy gyakorolni tudják, ahhoz segíteni kell őket abban, hogy ezeket a jogaikat ne vitassa el tőlük se a közösség, se az önkormányzat, se az állam, se senki más. Tehát, hogy ne lehessen arról beszélni egyébként, hogy egy
cigány magyar gyerek az csak azért kerüljön szegregált oktatásban, vagy szegregált iskolába, mert egyébként a szülei vagy nem tudják finanszírozni azt a lakást, ami mondjuk a településnek egy centrumában található meg, csak a telepen, vagy azért, mert egész egyszerűen az iskolában is hajlandó őt elfogadni, hogy jelentkezzen a központi iskolába, és csak egy kijelölt tantermet biztosít mondjuk a cigány magyar gyerekek részére. Tehát, hogy nagyon fontos arról beszélni, hogy a Jobbik mondjuk rá tud épülni sok-sok embernek mondjuk az ilyen egyéni életélményére, de nem azt teszi egyébként, hogy megpróbálna valódi megoldást kínálni erre, hanem ezt egy ilyen gyűlöletpropagandává gyúrva, az segíti elő, hogy az emberekben ez a félelem, ami megvan mondjuk cigány-magyar embertársainkkal szemben, ez még nagyobbá nőjön, még strukturáltabbá váljon, és azt lehessen mondani, hogy tényleg minden problémának egyébként a kiinduló alapja az az, hogy vannak velünk együtt élő cigány-magyar emberek, és az a probléma egyébként, hogy erre sajnos a kormányzat is ráerősít, tehát amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy megörököltünk egy ilyen helyzetet, hogy valakik eldöntötték, hogy itt élnek velünk cigány-magyar emberek, akkor ez egészen vérlázító és felháborító, és valóban nem nekünk kéne itt egymással vitatkoznunk, mert hogy egyébként nem a Jobbik az, ami ezt a propagandát most a legerősebben tolja, hanem sajnos a magyar kormány, és ezen belül is egyébként Orbán Viktor. Egyébként ön szerint van cigánybűnözés? Ez egy fals fogalom. Tehát ez egy fals fogalom. Ez egy körülbelül egy olyan fogalom, mintha azt mondanám, nem is tudom igazából mihez hasonlítani, tehát hogy női bűnözés, vagy érti, hogy miről beszélek. Azt akarom mondani, hogy származás alapján meghatározni bűncselekményeket, és azt mondja, hogy a származás bizonyos bűncselekmények elkövetésére inkább predesztinál, ez teljesen fals. Ugye Volner János volt az a Jobbiktól, aki próbálta azt mondani, hogy kvázi a gagyizás, meg a zsebelés lennének azok a bűncselekmények, amelyeket cigány magyar emberek gyakrabban követnek el. Hát ugye azért azt látni kell, hogy például mondjuk az általán meghatározott gagyizás, hogy ugyebár réz, tárgyak, aranyként történő értékesítése, és ő azt mondta, hogy ez egy ilyen kvázi cigány specifikus bűnelkövetés. Ezt egyébként fehér magyar emberek is igen nagy számban gyakorolják. Lehetett ugye erről az elmúlt fél évben is hallani. Több milliárdos nagyságrendben történtek meg ilyen visszaélések, és így tovább, és így tovább. Engem zsebelt már ki egyébként fehér magyar ember. Ettől nem gondolom azt egyébként, hogy a fehér magyar emberek bűnöző hajlammal lennének ellátva, vagy bűnöző hajlammal rendelkeznének. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy az a fajta megbélyegzés, ami származás alapján próbál bűncselekmény típusokhoz rendelni hajlandóságot, az nem abban érdekelt, hogy megértsük, hogy miért kényszerülnek arra, vagy miért választják azt emberek, hogy bizonyos bűncselekményeket elkövessenek, nem értelmezni akarja ezeket a helyzeteket, hanem kizárólag annyit akar, hogy a közvéleménynek a népszerűség hajhászását meglovagolja, és megpróbálja magát hatalmilag, politikailag pozícionálni, annak érdekében, hogy aztán hogy valamilyen módon ebből neki legyen eredménye. Ez nem szolgálja egyébként a magyar népnek az érdekét, ez nem szolgálja a békés együttélés, a szolidaritás gyakorlásának a lehetőségeit. Az a szerencse, hogy minden magyar ember látja a valóságot. Az, amiről ön beszél, az egy monitor mögüli virtuális világ. Az emberek, a magyar emberek is pontosan tudják, hogy mi a valóság. Akár a cigánybűnözéssel kapcsolatban is, bár egyébként én hangsúlyozom, vannak magyar bűnözők is, de vannak olyan cigány emberek is, akik magyar gyűlöletből, rasszizmusból lenézik a magyarokat, úgy beszélnek a magyarokról, ahogy én magyar embereket még nem hallottam, akár a Jobbik vagy a Magyar Gárda körében sem hallottam cigányokról beszélni, olyan lenézően, olyan rasszista módon, soha ön erről nem beszélt, most sem említette meg. Tehát azt gondolom, hogy pontosan tudják az emberek, és én nem is akarok tényleg, erről nem akarok önnel vitatkozni, mert azt gondolom, hogy az ember kimegy az utcára, az emberek ott élnek a valóságban. Ön is ugyanúgy egyébként egyfajta kalickában él, mint nagyon sok önhöz hasonló ilyen liberális jogvédő, aki éldegél a kis kalickájában, és azt gondolja, hogy amikor ön lemegy a maga kis kamerájával forgatni mondjuk egy cigánytelepre, akkor megismerte a valóságot. Nem, azok az emberek tudják, hogy mi a valóság, akik ott élnek. Azok az emberek, akik a valóságot tapasztalják meg nap, mint nap, és előbb-utóbb azt gondolom, hogy a józan ész győzedelmeskedni fog az önök őrült, felforgató ideológiája fölött. Uraim! Ez nagyon beszédes az, hogy azt mondja, hogy lemegyek a cigánytelepre. Én nem szoktam lemenni egyébként, én elmenni szoktam mondjuk az országnak olyan részeire, amelyeken egyébként nem élek életvitelszerűen, de egyébként azt gondolom, hogy ott is élnek magyar állampolgárok ugyanolyan jogokkal, mint a fővárosban, és igen, fontos lenne az, hogy ne legyen ez egy vízfői ország, hogy adott esetben az, hogy az ember a keleti részében születik az országnak, az jelentsen olyan botrányos joghátrányt neki, vagy esélyegyenlőtlenséget, mint amit ma egyébként ez jelent. Tehát, hogy erről nem érdemes igazából vitatkozni, ez egy nagyon komoly, komplex szociológiai kérdés, amiről lehetne vitatkozni, itt az elosztás egyébként hogyan segíti azt, hogy egyébként azok az embertársaink, akik borzalmas depriváltságban élnek, azok tudjanak ebből kitörni, és a gyerekeik már ne kényszerüljenek újra termelni, bocsánat, azt a szegénységet,
amiben a szüleik éltek, és amiben a szüleik élni kényszerültek. Tehát ugye nagyon az a baj, hogy tudja, az a probléma, és ezt még hadd kérdezzem meg, mert ez is egy fontos, ha már találkoztunk, akkor ez egy fontos kérdés. Azt nem értem igazából abban a fajta nacionalizmusban, amit ön képvisel például, hogy hogy lehetséges az, hogy miközben szolidaritásról, a saját magunk védelméről és megvédéséről beszél, akközben képtelenként azt belátni, hogy erre a védelemre, erre a szolidaritásra egyébként valóban magyar emberek százezrei szorulnának rá, csak éppen nem kapják meg azért, mert történetesen nem fehér a bőrszínük. Ó, ne vicceljen már, ez egy ostobaság. Tehát én a saját településemről tudok beszélni, nyilván nem tudok Borsod megyéről beszélni. A saját településemen abszolút semmiféle megkülönböztetés, hátrányos megkülönböztetés a cigány származású embereket nem éri. Ugyanúgy munkát kap nálunk, ugyanúgy, hogyha dolgozni akar, akkor el tud helyezkedni, vagy éppen ugyanúgy nem tud elhelyezkedni, mint ahogy a magyar származású, hátrányos helyzetű tanyai lakos nem tud elhelyezkedni. Tehát amiről ön beszél, az egyszerűen nem létezik. Jó, tehát én azt mondja egyébként, tehát hogy továbbra is azt állítja egyébként, hogy léteznek a cigány származású embertársaink, és léteznek a magyar származású embertársaink. Kérem, segítsen nekem abban megérteni, hogy mi a különbség a kettőjük között. Jaj, ne vicceljen már, ne röhögtessen. Hát a feleségem ugye nem akarja ezt hallani, vagy mondjuk a déd nagyanyám, aki olasznak született, vagy románnak született, ő nem magyar származásúnak született. Aztán magyarrá tud válni, de azt be kell bizonyítani. Tehát tenni kell valamit. A magyarságért, magyarként kell létezni, nem kell gágyózni meg lenézni a magyar embert. Aki gágyózza, lenézi a magyar embert, az nyilvánvalóan cigány származásúként nem lesz magyar ember, ő roma lesz. Ő azt mondja magáról, hogy ő roma. Tehát ezt ne ön döntse már el, köszönöm hogy neki magyarnak köszönöm kell a válaszat, mert gyakorlatilag elmondta azt, de hogy azok... De az a cigány ember, akár a saját településemen, aki viszont magyarként él, és büszke arra, hogy ő magyar, de esetleg az ősei között cigány származású személyek is voltak, ő magyarrá tud lenni, és ő magyar lesz, ő integrálódni fog a magyar nemzethez. De mindenkit alapból nem tudok oda sorolni. Abszolút. Nagyon köszönöm a válaszát, mert ön gyakorlatilag kimondta azt, hogy valóban a fehér magyar emberek születésüktől fogva magyar embernek számítanak, a cigány magyar embereknek pedig magyarrá kell válniuk, bizonyítaniuk kell a magyarságukat, ezt ön mondta most el. Hát egy afrikai néger az négernek született. Ezzel bizonyítékát adta annak, hogy másodrangú állampolgároknak kezeli cigány-magyar honfitársainkat, polgártársainkat. Attól ő nem másodrangú. Köszönöm a válaszát, hát köszönöm a válaszát. Ezt rögzítették a kamerák, és a nézők, hogyha érteni akarják, akkor érthetnék. Urak, köszönöm szépen a vitát, jövő héten ismét találkozunk, viszontlátásra.